Történelmi pillanatok szemtanúi lehetünk a következőkben. Szentegrétinek már csak egyetlen pontot kell begyűjtenie annak érdekében, hogy az All-Star évad bajnokának mondhassa magát, és címet védjen, hiszen ugye ne felejtjük, hogy a harmadik évadot is ő tudta megnyerni. 4-2-re vezet jelen pillanatban, egyetlen aprócska lépést kell már csak megtennie annak érdekében, hogy ő legyen az All-Star évad bajnoka. Jöjjön tehát ez a rendkívül fontos futam. Felkészülni 3, 2, 1. El sem tudom képzelni, mi játszódik most le a két lányban, de az biztos, hogy ezek a pillanatok örökre ott maradnak az emlékeinkben, és hát tulajdonképpen nagyon-nagyon emlékezetes este elé nézünk még a továbbiakban. Én azt gondolom, főleg, hogyha így folytatja Gréti, az ő szempontjából ez egészen biztos, hogy így lesz. Gabi nagyon-nagyon összekapta magát, elsőként jön a hálóra, és most gyorsan letépi a zászlót, de ugyanúgy letépi Gréti is. Ebben a pillanatban ő is lent van, Gabi fogja most elsőként elkezdeni tolni a csillét. Most fordultak a szerepfosztások, hiszen eddig általában Gréti volt az, aki vezetett. Az a Gréti, aki 4-2-re vezet, tehát itt a második szettben egyetlen egy pontra van attól, hogy megnyerje az All-Star évadot. Kipattannak a vízből, és most már visszavette a vezetést Gréti. Pakolják a súlylabdát, nyílik a sorompó, és nézzük, 7 kockányira van attól, 7 kockányira van attól. Gréti egy picit beüti a fejét, hogy megnyerje az All-Star évadot. Na nézzük! Nézzük a kis kockákat! Vajon sikerül-e neki? Megérkezett Gabi és Gréti. Nem jó az első dobása egyiküknek sem. Grétinek lent van az első, Gabinak is lent van. Grétinek a második is. Már csak néhány kell, Grétinek már csak 4 kell. Óriási a csata! Na nézzük, hogy meg lesz-e! Nem van az újabb Gabinak, már csak 3 kell Grétinek. Na nézzük az újabbat, már így marad a 3, marad a 3. De már csak 2 van! Már csak 2 van! Nézzük, hogy befejezi, Gabinak 5 kell. 2 kockányira van Gréti attól, hogy megnyeri az All-Star évadot. Nézzük, Gabi, már csak 3 van Gabinak. Nézzük, már csak 2 Grétinek. És még mindig fönnmaradt. Hihetetlen, most egy kicsit pekhes Gréti. De meg lehet az. Na nézzük, hogy sikerül-e. Ott már csak 1 kockányira van Gréti, hogy megnyeri az All-Star évadot. Nézzük, hogy sikerül-e neki. Egyelőre nem, az sem jó neki, az sem jó neki, lehet újból próbálkozni, még lehet Gabinak is esélye. Nézzük, Grétit befejezi-e, azt sem tudja ledobni, és csak megmozdítja, de még van labdája, az sem jó. Beragad itt a végén, de óriási a feszültség. Nézzük, Gabinak már csak 2 van, és nem tudja még mindig befejezni Gréti, de ennek az újabb labdákért. Nézzük az újabb dobást! Az nincs lent! És megvan! Megvan! Szente Gréti megnyeri az All-Star évadot! Ez a kicsi lány megcsinálja! Megcsinálja! A szíve vitte előre! És óriási győzelmet aratott! Címvédő tehát Gréti! Megcsinálja 2-szer egymás után! Óriási győzelem! És hát ne felejtjük, hogy a fiú döntő még hátra van. A Bálint-Deni összecsapás második szettje. Nem sokára ezzel folytatjuk.